A következő téma onnan datálódik, vagy onnan keletkezett, hogy hallottam egy rádióműsorban egy mondást, vagy beszólást, hogy mindenkinek van egy rossz szomszédja, de ha úgy érzed, hogy nincsen, akkor nagyon nagy a baj, mert lehet, hogy a többiek téged tartanak annak, és téged utálnak. Szóval a rossz szomszédság mindennapi keserűségünk, vagy sokaknak mindennapi harca és gyötrelme. Próbáltunk önöknek egybe gyűjteni a leggyakoribb szomszédháborúk okait. Tönkretetted az új húzatomat! Te meg a mesztelen seggemet mutogattad a félvárosnak, te! Hát ilyen egy szomszédháború a filmen. Acskámat is majdnem megölted! Nem szígyeli magát! És ilyen a valóságban. Jelenj! Nyugodtan dobálj, öreg! Egy Heves megyei kis település két szomszédos lakója azon veszett össze, hogy hol is van a teleghatár kettejük birtokai között. Az idősebbik férfi egy vasrúddal akarta végül eldönteni a vitát. Körülnéztem a neten, hogy ki miért utálja a szomszédját. Ime a típus és a meglepő válaszok. Én azért utálom, mert sokszor bulizik, és nem lehet miatta aludni, és hülye. A hangoskodás egyébként a legtipikusabb panaszkodási ok az ország minden területén. Ezen így nem is lepődtem meg. Annál inkább a következőn. Azt nem szeretem, hogy a hülye postagalambjai állandóan a mi házunk tetején devernáznak, és teljesen leamortizálják a cserepeket. Na, postagalambok okozta szomszéd viszályról itt hallottam először. Ugyanennek a kommentelőnek más baja is volt. Meg azt sem bírom, hogy annyira ki van, amiért az egyik fánkága átnőtt hozzájuk. Bezeg a fa árnyékának örülnek. Azután ott vannak a panelházak időtlen idők óta tartó problémái. A tűsarkú cipőt vagy az esti porszívózást is úgy halljuk, mint a saját lakásunkban lenne. Ennél már csak az a rosszabb, ha a szomszéd dolgozik is. Egy lakó fél éve felújít, rendszeres a fúrás, a vésés. Vannak azután azok, akik szerintem rosszabbak a szomszédaiknál, és olyanra panaszkodnak, amire épeszű ember nem szokott. A szomszédomnak idejött a menye, ide szült gyereket. Azóta az bőg folyamatosan. De olyan is van, aki nagyon tömören foglalta össze, hogy miért utálja a szomszédait. Mert gyökerek. De találtam egy olyan kommentet is, amelyet abszolút megértek. Én is nehezen viselném a hasonló helyzetet. Én gyűlölöm a szomszédomat, mert nagymellű szőkecsaja van, aki ráadásul szép arcú is. Elmentem egy vidéki jegyzőhöz, hogy mondja el a legérdekesebb vagy legfurcsább történetét. Állattartással kapcsolatos probléma volt, amely birtokvédelmi eljárásként indult. A szomszéd tulajdonosnak többféle állata, kecskék, disznó, egyéb lábas jószág szöktek ki az ingatlanról rendszeresen. Előfordult, hogy a kecske fölmászott az egyik gépjárműnek a tetejére, és onnan próbált legelni bizonyos gyümölcsöket. Hát szervusztok! Azt hiszem, hogy ez a felvétel is igazolja, hogy szeretem a kecskéket és a hozzájuk hasonló állatokat, bármit megbocsátok nekik. Kezdve meg ez a kameruni törpekecskét megeszi tényleg az én csodálatos farmercsekimet. De én is idegbajt kapnék, ha egy reggel mondjuk ez a tündéri törpekecske a Skodám tetejéről zabálná a cseresznyémet. Amit ő ugye nem tudott lenyelni. Érdekes esetei vannak a Magyar Birtokvédelmi Szövetség főtitkárának is, akinél jobban kevesen ismerik a hazai szomszédháborúk kiváltó okait. A legtanulságosabb története az volt, amikor a kukkoló kifogásolta, hogy a szomszédja miatt nem tudja a szomszédját kukkolni. Egy idősebb néni volt, akinek az volt a problémája, hogy a szomszéd a kerítést igazából stabilabban megcsinálta, és most ő nem lát át a szomszéd udvarra, és mi van, hogyha ott valami illegálisat csinálnak. Amelyet ő ugye azonnal jelentene, mert hogy nálunk a szomszéd feljelentésének komoly hagyományai vannak, és nem csak mostanában, így volt ez már Hofi Géza idején is. A címet ugye tudja, papírja van, ceruzája van, följelent, kész. Annak, aki azt gondolja, hogy csak Hofi idejében volt ez így, jöjjön most egy történet Rutkótól, aki élete egyik legkínosabb interjúját idézi most fel. Az alanya egy akkori navos volt.
A stúdióban a kérdésem valahogy így hangzott, hogy ugye most indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, mondja el nekem, legyen kedves, hogy mi alapján indítják ezeket. Riportalanyom, az adóhatóság munkatársa pedig azt válaszolta, hogy többek között lakossági bejelentések alapján. Én ezen annyira meglepődtem, hogy gyorsan vissza is kérdeztem, hogy jól értem, a szomszéd átnéz a kerítésen, és azt látja, hogy a szomszédjának nagyobb, szebb és drágább a motorja, autója vagy a háza, mind ahogy azt megtehet, a fizetés engedni, mire az adóhatóság munkatársa azt mondta, hogy igen, jól érti, pontosan ez a helyzet. Floridában amúgy, ahol Trutko él, a feljelentés nem egyszerű népszokás, hanem kötelesség is. Igaz, hogy sokszor akkor jár jobban a polgár, ha megbüntetik. Az itteni közös képviselőknek van egy fényképezőgépük, és ezzel dokumentálják, hogyha valaki rossz helyre állt az autójával, vagy rossz helyre tette ki a szemetét. De itt a víznyelőknél és a lakóparki tavaknál a lakosoknak is van bejelentési kötelezettségük, ráadásul ők nem is a lakóközösségnek, hanem egyből a rendőrségnek jelentenek, hogyha azt látják, hogy a tónál valaki pecázik, vagy fürdik, vagy eteti az állatokat. És hogy miért van ez így? Nos, ezért. No igen, a krokodil támadásnál egészen biztosan jobb a pár száz dolláros bírság, amit egyébként ott kíméletlenül be is hajtanak. Itthon néha nehezebb a helyzet, mert hogy nem mindig lehet eldönteni, hogy ki a hibás. A birtokvédelemmel foglalkozó szakember azt mondja, hogy nem ritkák azok az élethelyzetek, amikor majdhogy nem kizárt a békés egymás mellett élés. Tegyük fel, hogy egy ilyen egymás közelségében lévő lakásokba beköltözik egy kutyás, egy kisgyerekes, meg egy nyugdíjas, ugye a kutyásnál ugat a kutya, a kisgyerekesnél sírababan vagy éppen aludni akar, amikor a másiknál ugat a kutya, és legyen egy harmadik szomszédjuk, mondjuk egy nyugdíjas házaspár, amelyik felhangosítja a tévét. És óhatatlanul fel fognak merülni konfliktusok. És akkor jöjjenek a leggyakoribb panaszok. A Jászberényi jegyzőnő azt mondta nekem, hogy a szomszédok általában elintézik maguk között a vitás ügyeiket, vagy évekig tűrnek, és csak azután fordulnak hozzájuk. A panaszok egyébként sokrétűek szoktak lenni, általában visszavezethető ez ugye a szomszédok korábbi haragos viszonyára, esetleg hanghatások, zenehallgatás, kutyaugatás problémája, illegális hulladék lerakás, illetve telekhatárvita. És az egyik örökzöld probléma, leállhatok-e az utcán az autómmal a szomszéd kerítése elé? Rossz hírem van az emiatt morgolódóknak, a válasz ugyanis igen. Az efféle táblákat felesleges kitenni, mert a közterület a közterülete. Sőt, nem rakhatunk ki mondjuk virágládákat vagy nagy köveket a házunk előtti utcaszakasz védelmére, mert akkor minket jelenthetnek fel szabálysértés miatt. Szóval az lehet, hogy az én házam az én váram, de az én házam eleje nem az enyém. A másik állandó probléma a fűnyírás, na itt azután teljes a káosz. Van ugyan egy alapszabály, amely szerint hétköznap reggel 7 és este 8 között, szombaton pedig délelőtt 9 és 12 között lehet nyírni, vasárnap pedig tilos. De ettől az önkormányzatok eltérően is rendelkezhetnek, szóval lehet, hogy minden városban más a szabályozás. Amúgy lássuk be, ebben az ügyben nincs jó megoldás. Azt el kell mondanom, hogy ez mindenhol probléma, mert ha hétköznap nyírja a füvet, akkor mennek haza munkából az emberek, a hétköznap se jó. Délben azért nem jó, mert délben alszik a gyerek, ugye az se jó. Hétvégén azért nem jó, mert hétvégén az emberek pihennek, az sem jó. De a fűnyírásra soha semmilyen időpont nem jó. Jöjjön egy olyan kérdés, ami abszolút mindennapos, ugye ez orgona, jól látjuk. Igen ám, de a szomszéd kertjében nő, átjön a kerítésen hozzám. Na most az biztos, hogy megszagolhatom, megállapíthatom, hogy milyen jó illata van. De vajon, ami átnyúlik hozzám, azt leszedhetem és bevihetem a vázámba? Természetesen, ha megengedi a fa tulajdonosa. Tehát csak úgy nem vághatom le. Csak úgy nem. Ahogyan csak úgy például a gyümölcsöt se lehet, hogyha gyümölcsfa ága nyúlik át a szomszédba, akkor az sem lehet. Sőt, hogyha a gyümölcs lepotyog a szomszéd ingatlanra, akkor az sem lehet csak úgy felszedni, hanem a belépést biztosítani kell a fa tulajdonosának. Sőt, még azokat a gajakat sem vághatom le csak úgy, amik átnyúlnak az én udvaromba. Ehhez is engedélyt kell kérnem, hogy fokozzam. Elméletben még az is előfordulhat, hogy a szomszéd, akinek levágtam az én kertembe átnyúló fáján a gajait, beperel engem kártérítésért.
Hát ez van. Nem mondtam el senkinek se. A minap Láng Józsefnél jártam, és elmeséltem neki, hogy éppen a szomszédok közötti vitákról készítek riportot. No persze, neki azonnal volt egy ide vonatkozó vicce. Meghal egy lengyel pasasnak a tehene, és fohászkodik a jó tündérhez, hogy jaj, tündérem, csinálj valamit. Megjelenik a jó tündér. Mit akarsz? Hát, hogy föltámadjon a tehenem. Hogy föltámad a tehén. Meghal egy francia tehén, gazdának a tehene. Megint jó tündér megjelenik. Mit óhajtasz? Hát, hogy föltámadjon a tehenem. Hogy föltámad a tehén. Meghal egy magyarnak a tehene. Megjelenik a jó tündér. Mit kívánsz? Azt, hogy a szomszéd tehene is dögöljön meg. Bár a vicc sok évtizedes, én azt hiszem, hogy sajnos napjainkban is sok igazság van benne. A rossz szomszédság török átok, mint mondás, állítólag csak a magyar nyelvben létezik. No, azért van példa a jó szomszédságra is. Hová, hová, ha szabad kérdeznem? Az elsőre. És mi a kirándulás célja? A ház még viszonylag üres. Arra gondoltunk, hogy ide költöznénk. Nem csak Károly 12 évig volt Vágási Feri a Szomszédok című sorozatban, ott, ahol mindenki jóban volt mindenkivel. Legalábbis általában. Palóc László, aki az operaénekest játszotta nem csak az életében, hanem a sorozatban is, kikérte magának, hogy hangoskodnak a folyosón, közben pedig ő skálázott folyamatosan a panelházban, amit a 10. emeleten is lehetett hallani, bár az első lakott. A színész egyébként a való életben is jóban van a szomszédaival. Azt mondja, hogy nem szabad az elején elrontani a viszonyt. Kell némi tolerancia, némi humor, és akkor nagy baj már nem lehet. Szerintem ezeket tisztázni kellene rögtön az elején, és akkor egyszerűbb lenne, akkor nem konfliktusokról beszélnénk, hanem sörözésről, vagy beszélgetésről a kerítésen keresztül. Nekem több olyan szomszédom volt, van, akivel vasárnap reggel együtt kocintunk, ha éppen nincs munkánk, nincs dolgunk, és nagyon, nagyon jól esik, és nagyon jót tesz. A végére pedig még egy dolog, ami talán viccesnek hangzik majd, de sajnos igen sokszor jelent konfliktust, különösen a panelházakban. Mi csináljak én akkor azon túl, hogy irigykedem, hogyha túl hangosan szexelnek a szomszédok? Hú, az egy boldog panelház, ahol ez mindennapi probléma lehet egyébként. Sok megoldás erre igazából nincs, ugye? Ahogy Hofi mondta, ez a dolog előbb-utóbb úgyis elmúlik magától. Azt már én teszem hozzá, hogy csak addig kell a szomszédoknak kibírniuk valahogy. Ahogy mindenkinek, úgy nekem is van egy szomszéd sztorim. Egy csendes kis település, csendes kis utcájában van egy kis viskóm, ahova visszaszoktam húzódni. Na ez a csend ez addig tartott, amíg az egyik szomszédunk, persze mindenféle engedély nélkül, el nem határozta, hogy állatkertet létesít az udvarában. Azt még elnéztem, hogy a kutyái hozzám jártak kosztolni. Meg még azt is elfogadtam, hogy furcsa szagok terjengenek, különösen a nyári melegben, de azt, hogy a két szamara minden hajnalban, amikor az ember aludni szeretett volna, elkezdett nyihogni meg bömbölni, na azt már nehezen viseltem, és akkor értettem meg a mondást, amely szerint mindenki utálja legalább egy szomszédját, és mindenkit utál legalább egy szomszédja. A Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Na majd Zolit is leforgatjuk, mint a kakasok sztorit, különben a mi hozzánk is közel lakik egy szamár, egy ilyen szabadon tartott szamár, én imádom, ahogy üvöltözik a kertbe. De viszont egy dolgot még tisztáznunk kell, a riportban ugye elhangzott, hogy az autóval beállhat-e a szomszéd kerítése elé a szomszéd, ugye ez nagyon fontos, hogy nem, a háztulajdonos ki- és bejárási lehetőségét meg kell hagyni, ezt ne felejtsük el, tehát van a kapu és van a kerítés, teljesen más helyzet.